Köszönöm szépen. No, akkor csináljunk egy ültetésrendet. Ezt a négy embert kérném, gyertek már ide, jó. Hát nem bántjuk most. Gyertek már ide itt jobban, jobban néztek ki, mert így kiestek a látókörömből. Szuper, na örülök, hogy látlak benneteket. De ti nem annyira, ugye úgy látom. Na jó, figyeltem a reakciót, de nagy csend volt, de azért néhányan kapcsoltatok, szuper. Na, lesz egy jó esténk, egy, egy jó témában. Tudjátok, hogy elindítottuk, vagy hát remélem tudjátok. Köszöntjük Oszi Pásztort is. Ez, ez nagyon nagy vonalú. A életre való... Mi, mi is ennek a sorozatnak a... Fészkelődés. Oké. Okay. Tehát a múlt alkalommal egy hónapja volt, Oszi Pásztor beszél, tanított és jó gyakorlati dolgokat is mondott a párkapcsolati dolgokról. Ma a. Minek is neveztétek? De, De nem. Az a következő, nem? De most látom, hogy nincs rajta a név, mert van fészkelődés volt ma is. Na mindegy. Tehát ma. Mi az örökségünk a lakhatás területén? Ezzel, ebből a témáról szeretnék majd beszélni. A következő alkalom az június 22-én lesz. Szilvási László testvérünk, ő a gazdasági igazgatója gyülekezetnek, ő pedig a pénzügyi intelligencia és a bibliai pénzkezelés és hogyan kezeld, mint fiatal a pénzt, hogy valahova jussál is belőle. Úgyhogy egy nagyon jó, izgalmas előadással, ezt ma sikerült lefixálni vele úgyhogy, és akkor a nyáron most szünetel, és majd még fogjuk folytatni. És mindenképpen ennek az a célja, hogy, hogy gyakorlati segítséget adjon nektek a, mindennapi dolgokhoz, amiben óhatatlanul belekerül az ember. Onnantól kezdve, hogy a párkapcsolat elkezd kialakulni, onnantól kezdve az élet nagy kihívásaival óhatatlanul szemben néztek, és nézünk, és hogyha hittel nézünk szembe, jó látásunk van a jövőre nézve, akkor az, annak mindenképpen megvannak a gyümölcsei. Úgyhogy én ma hogyan oldhatod meg saját lakhatásodat, milyen örökségünk van ezen a területen. Erről szeretnék nektek teljesen gyakorlati módon, de mégis néhány bibliai igét is elmondva. És utána egy-két bizonságot meg is fogunk hallgatni, akik már elindultak a saját örökségük birtokba, vételére, szerintem Márk lesz az egyik esetleg Zoli Jék és így van, akik frissen házasok, és már elkezdték ezt az örökségüket birtokba venni, és jó bizonságaik vannak. Úgyhogy majd 5-5 majd percben, hogyha ezt össze tudnátok foglalni, az mindenképpen segítség lesz. No, úgyhogy akkor vágjunk is, vágjunk is bele néhány bibliai eh, alapot, igét szeretnék nektek elmondani, és utána teljesen gyakorlati tanácsokat adni, eh, azzal kapcsolatban, hogy mi hogyan tudsz tudatosan eh, menni az örökséged irányában, hogyan tudsz arra fölkészülni, és milyen gyakorlati lépések vannak, amik segítik, hogy minél előbb ne albéletbe egy 40-50 éven keresztül, hanem minél előbb saját ingatlan, és ezeken a területeken tudjatok előrelépni. Jó? Az első dolog, amit, amit szeretnék nektek elmondani, meg ami, ami bennem nagyon-nagyon lényegesen alá van húzva, hogy az igét is tanulmányoztam ebbe a témába. A 2 Mózes 68 ban van egy jó igevers, azt mondja, hogy azután beviszlek benneteket arra a földre, amelyre nézem, megesküdtem, hogy Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak adom, de ezt most nyugodtan helyettesíts be a Olivérnek adom, Márknak adom, Tamásnak adom, Zolinak adom, Rékának adom, Neéminek adom, na jó, Daninak is adom. <laughs> Tehát, hogy helyettesíts be a nevedet. Azért nektek fogom adni örökségül. És miért? Mert én vagyok az Úr. Jézus Krisztusban két örökségünk van. Van egy földi, meg van egy mennyei a földi örökségünk, most erről fogunk beszélni, a földi örökségünknek egy nagyon fontos része, hogy a lakhatásunk Isten szerint való minőségben legyen megoldva. És az első dolog, amit, amit, szeretnék nektek ezzel kapcsolatban nagyon mélyen a szívetekbe vésni, hogy az Úr fog adni örökséget ezen a területen. Ez kétség nem fér, hogy szép örökségetek van a lakhatás vonatkozásában is. Eliszed ezt? ez azért is fontos tudatosítani magatokban, mert mikor az ember neki megy és elkezd számolni, akkor pillanatok alatt úgy érzi, hogy egy lehetetlen szituációba került. Úgy érzi, hogy egy olyan góliáttal találja magát szembe, amit nem tud egyedül kezelni. És ez normális, mi is így éreztük de hát nem az érzésekre alapozunk. Az első dolog, amiben biztos lehetsz, hogy a te mennyei atyád gondviselő Isten, és ad neked örökséget ezen a területen. Ebbe száz százalékig biztosak lehetünk, mert milyen az az atya, aki nem gondoskodik. És a mennyei atya gondot visel az ő házanépéről, mi vagyunk az ő házanépe, és lesz örökséged ezen a területen. Ami kihívás számunkra, hogy megtaláljuk az utat az örökségünkhöz. Na ez a mi kihívásunk, hogy milyen módon történik az örökségnek a birtokba vétele. És majd erről fogok egy-két bibliai alapelvet és néhány gyakorlati dolgot elmondani. De mielőtt még ezt, ezt elmondom, még egy bibliai történetre hadd emlékeztesselek benneteket, hogy mindenkinek megvannak a maga góliátjai. Most a góliát alatt értem, a nálunknál nagyobb, erősebb, hatalmasabb dolgok, amiket mi emberileg nézve a lehetőségeink, pénzügyeink, kapacitásunk, erőnk miatt sokkal nagyobb, mint mi vagyunk. És szembe kell nézni ezekkel a góljátokkal. Többek között a lakhatás kérdése. Az esetek nagy többségében, ha nincs egy milliárdos apukád, akkor ez egy góliát az átlagember számára. Egy olyan kihívás, ami amit ha rosszul kezelünk, akkor hitetlenné válunk, elcsüggedünk, és mondjuk a negatív beszédeket, hogy nekem úgyse lesz, ez lehetetlen, ez nem működik. De ne abból indulj ki, amit látsz. Soha ne abból indulj ki, amit látsz, hanem abból indulj ki, amit az Isten beszéde mond veled kapcsolatba. És mégpedig az egy fontos üzenet, hogy van örökséged ezen a területen. Viszont Dávidnak a góliát elfoglalásához, egy egyéni stratégiát kellett megtalálni. És ez a mi felelősségünk. Tehát, hogy a góliátod legyőzze, és birtokba vegye a nálánál nagyobb kihívást, ahhoz egy egyéni stratégia kellett. Mikor saul találkozott, Saul megpróbálta az egyetemes stratégiát ráhúzni. Kardot, melvértet, mit, mindenféle fém eszközt, aminek a súlya már volt, vagy 40 kiló, azt mondja, hogy nem is tudok benne járni és megpróbált ezt az általános hadműveleti dolgot, sablont ráhúzni Dávidra, és Dávid nem érezte, hogy ez az, ő, ez az ő szerint való stratégia. És Dávidnak Isten kielentette egy egyéni stratégiát. Na most ezért ezt nagyon kérem, hogy jegyezd meg, hogy neked nem fog a lakhatásod úgy működni, mint a Márké, vagy a Zolié, vagy a, vagy a másiké, hanem mindenkinek kell egy egyéni stratégia ehhez. Ezt a stratégiát a Szent Szellem adja, a szíveden átszűri, a te személyiségednek megfelelő lesz, de ezt a stratégiát nekünk kell megtalálni. Az nem kérdés, hogy szép örökségünk lesz, az nem kérdés, hogy a lakhatásról lesz egy isteni gondviselés, mindegy, hogy milyen családi háttérből jöttél. Ez nem kérdés, mert nem a családi háttér a meghatározó, hanem az, hogy van egy mennyei atyád, aki gondoskodik. És ha hátrányos helyzetű vagy, akkor előnyös vagy Isten királyságába, mert az Úr különösen szereti a hátrányos helyzetűeket, mert azokban meg tudja dicsőíteni önmagát, és amikor úgy tűnik, hogy még lehetetlenebb az átlagnál is, ott az Isten dicsősége még nagyobbá tud lenni. Tehát nem mondd azt, hogy én, én nekem nincsen olyan hátszelem, nincsen olyan lehetőségem, ne panaszkodjál, hanem tudjad, hogy neked van egy szép örök a Viszont a mi felelősségünk, hogy ezt az egyéni stratégiát megtaláljuk a lakhatás vonatkozásában. Majd elmondom én is, hogy hogy találtam ezt meg. Ez a stratégia, ez nem ugyanolyan, mint a Márké. Nem ugyanolyan, mint az Olivéria, vagy a Bendegúzi, mert a te nevedet közben elfelejtettem, de... Mi Loránté pedig szép neved van, hanem mindenkinek van egy egyéni stratégiája. Dávidnak egy nagyon furcsa stratégiája volt, az akkori katonai szemmel nézve, egy ilyen csúzli, most nevezzük így, tehát fölvonulni az akkori kor legnagyobb harcosával szembe, hát ez egy kicsit ilyen muris és nevetséges volt. De ami Istentől való stratégia, az mindig működik. És Dávid legyőzte a góliátot, és birtokba vette azt az örökséget, ami, ami az övé volt. Tehát kapsz Istentől örökséget, szép örökséget ezen a területen, ezért az agodalomra, a félelemre, a csügget, negatív beszédekre nincsen szükséged, azok gátolják a te növekedésedet. Ezért teljes bizonyossággal lehet, és az az én imám, hogy a Szent Szelemtől kapjál egy teljes meggyőződést az Isteni gondviselés területén. Egy teljes meggyőződést. Utána, amikor ez megvan, ne ijedj meg a góliától, ne ijedj meg a lakhatásnak az olyan mértékű kihívásától, amit önmagattól nem tudsz kezelni, mert nincs annyi pénz a zsebedből, hogy elmenj és megvásárold, és kifüzesd, és stb. stb. De ehhez Isten mindenkinek a stratégiát. Majd mondok néhány alapelvet, de a stratégiát stratégia az egyéni. Ez rád van szabva. A te személyiségednek megfelelő. A te ajándékodnak megfelelő. A gondolkozásodnak megfelelő. És ez a te, meg az én felelősségem. Én már túl vagyok ezen, ezért beszélhetek. De én nekem is meg kellett, majd el, meglátjátok, hogy milyen egyéni stratégiát kaptam én is Istentől, ami gyümölcsöző volt, ami megoldotta ezt a kihívást, és ennek gyümölcseképpen több ingatlanon is túl vagyunk már, és Isten megadta, hiszen már úgy, hogy lépcsőzetesen vettük birtokba az örökségünket. Ezért ezt az egyéni stratégiát neked kell megtalálni. Az Istennel való kapcsolatodban szűrődik ez le, hogy hogyan tudod ezt a góliátot legyőzni és birtokba venni. Tehát van örökséged a Földön, a mennybe is természetesen, és van egy gazdag nagypapád, illetve papád, amit úgy hívnak, hogy mennyei atya, van egy gazdag papád, ezért teljes biztonságban lehetsz ezen a területen. De az örökség birtokba vételéhez egy út vezet, egy egyéni stratégiával, amiben figyelni kell a Szent Szellemnek a vezetésére. És van egy fantasztikus ígérete, Jézus Krisztusnak a Márk 10.30-ban, egy kicsi biblia alapozás, és utána nézzük a gyakorlati dolgokat. Azt mondja, Jézus így szólt, bizony, mondom néktek, senki sincs, aki elhagyta házát, vagy testvéreit, anyját, vagy apját, gyermekeit, vagy szántóföldjeit, én értem, és az evangéliumért, ne kapna száz annyit, most ebben a világban házakat, figyelj, többes számba van, házakat, úgyhogy én is még tervezek egy-kettőt. Most ebben a világban házakat, testvéreket, anyát, gyermeket és szántóföldeket üldöztetésekkel együtt, a jövendő világban pedig örök életet. Tehát itt beszél ugye mind a két örökségről, a földi örökségről és a jövendő világnak az örökségéről. A mennyei örökségből ott is van menyei házunk, ott is van lakatás, de az most más témában nem megyünk bele. De Jézus itt világosan megmondja, ha valaki teljes szívvel megtér és maga mögött hagyja, mit jelent, hogy maga mögött hagyja? Ez azt jelenti, hogy tovább nem a szüleivel való kapcsolata, nem a barátaival való kapcsolata, nem az anyagi dolgok az első helyen vannak az életében hanem Jézus Krisztus miatt Krisztus, Isten királysága került az első az életében, és minden más maga mögött van, elhagyta olyan módon. Na, annak meg van ígérve, hogy a földön fog kapni házakat. megvan van ígérve, hogy a földön szép öröksége lesz, és amennyit elhagyott, annak a többszöröse jön vissza. Tehát, hogy meg fog adatni... Tehát ezért nem kérdés számodra, illés számodra sem, hogy egy szép örökséged van ezen a területen. És mindegyikünk számára most ez az örökség, ez arányos azzal a tehetséggel, ajándékkal, ami benned működik. Ez az örökség, ez nem egy sablon, hogy mindenkinek egyforma, mint a kommunizmusban, ami elvisíkon működött, de gyakorlatisíkon nem, hanem a te örökséged arányos azzal a tálemtummal, Tehetséggel, ajándékkal, amit Isten beléthelyezett. Engem Imrének hívnak, ez azt jelenti, hogy Fejedelem, Király, gyermek. És ezért, mikor ezt megértettem, megértettem, hogy van egy fejedelmi felelősségem, vannak fejedelmi kihívásaim, és az én örökségem is fejedelmi. És ezért a lakhatás minden területen ezzel arányba működik és ezért fejedelmi szinten tudok élni, mert Isten megáldott és megsegített bennünket. De hát aki öt tálemtumos, négy tálemtumos, három, kettő, mindegy, hogy mennyi, amennyit Isten neked adott, azzal lesz arányos a te örökséget. És azon kell sáfárkodni, és ahhoz kell megtalálni a stratégiát, és azt a góliátot kell legyőzni az Úr Jézus Krisztus nevében. Tehát adatik ez az örökség. Még egy-két igét olvasok bevezetésül. A Kolossi 3.23-ban azt mondja, ti szolgák, engedelmeskedjetek minden tekintetben a földi uratoknak. Inkább így mondom, ti beosztottak, engedelmeskedjetek minden tekintetben a földi főnökötöknek. Ne látszatra szolgáljatok, mint embereknek, mint akik embereknek akarnak tetszeni, hanem tiszta szívvel félve az Urat. Amit tesztek, jó szellemmel végezzétek, úgy, mint az Úrnak, ne úgy, mint embereknek, tudván, hogy ti viszonzásul megkapjátok az Úrtól az örökséget. Az Úr Krisztusnak szolgáljatok tehát. Ez egy nagyon fontos ige, én ezt évt, évtizedek óta mondhatom, hogy alkalmazom ezt az igét, és ennek a valóságát meg is tapasztaltam. Tudod, miről beszél? Arról beszél, hogy mindenhol, ahol dolgozol, vagy tanulsz, vagy bármit csinálsz, azt hogyan csinált, Úgy, mint ahogy az Istennek tennéd, jó szívvel, a kiválóságra törekedve, és van egy ez a viszonzásnak a törvénye. Mit jelent a viszonzásnak a törvénye? Nézd meg! Tudjad azt, mint ahogy a különféle fizikai törvényeket is megtanultunk, hogy a szellemvilágban is van, a láthatatlan világban is, Isten királyságában is, a viszonzás törvénye. Ez azt jelenti, hogy mindent amit másokért, amit dolgozol, amit teszel, szolgálsz, tanulsz, azt a legtöbbet teszed bele, hogy az Isten dicsőségére történjen, ez vissza fog jönni a viszont, tudván, hogy ti viszonzásul megkapjátok az úrtól az örökséget. Tehát, hogy örökségbe kell gondolkozni. Például, amikor elkezdtem a főállású szolgálatomat, és soha nem fizetésbe gondolkoztam, mert megértettem az igéből, hogy engem nem tudnak úgyse megfizetni. Én teszem jó szívvel, amit teszek, mint az Úrnak, és Istentől várom az örökséget. És sokszor nem kaptam magas bért, de az örökségemet megkaptam. És szép örökségem lett házügyben, autókügyben, minden, amire szükségem volt. Isten természetfeletti módon gondoskodott. Mert mindent, amit tettem, úgy tettem, mintha az Istennek. És a legjobbat beletéve, nem fél szívvel, és ha dolgoztam, akkor. A munkában, ha szolgáltam, akkor a szolgálatban, és viszonzásul jön az örökség. Ezért, ezért már most kezdjétek el ezt gyakorolni, hogy mindent, amit csináltok, ha tanultok, ha dolgoztok, ha szolgáltok, bármit csináltok, vagy önkénteskedtek, mindenbe a, leg, a legjobbat tegyétek be. Mert nem emberekért teszitek elsősorban, nem a főnökért, vagy a tanárért, vagy bárkinek, hanem az Isten dicsőségére teszed, és azt ígéri a Biblia, és Isten hűséges az ő beszédéhez, hogy viszonzásul meg fogjátok kapni az örökséget. Ez azt jelentette, hogy sok éveken keresztül szolgáltam szinte minimál bérért, hogy alig-alig tudtunk megélni abból a pénzből, ami éppen volt. Alig vártuk már a hónap elejét, mert a hónap utolsó két hete nagyon nehéz volt. De mindig ott volt bennem az a hit, hogy viszonzásul megkapom. És az élet nagy kihívásainál pedig nagy aratások jöttek be az életünkbe, mert akkor jött a viszonzás a mennyből. Érted? Mert Istennél minden befektetett dolog, amit az Isten dicsőségére teszel, az egy olyan dolog, olyan mag, ami vissza fog köszönni az életedbe, az életed kihívásaiban. Tehát ezért úgy csinálj bármit, már tanult meg most fiatalkorodban azt, hogy amit csinálsz, azt úgy csináld, mintha az Úrnak tennéd. A teljes szíved, teljes lelked, teljes képességed és a kiválóságnak az igénye legyen benne, mert ez egy olyan befektetés, amit nem emberek fognak, lehet, hogy embereken keresztül, lehet, hogy épp a főnöködön vagy a tanáron keresztül, de az Isten fog gondoskodni rólad, hogy viszonzásul vissza fog jönni az örökség. És különösen tudjátok, hol van nagy jelentősége a viszonosság neked, ennek a törvényének? Az életünk nagy kihívásaiban. Tehát amikor például házat építünk, vagy egyéb minden, hogyha ott nem jön vissza semmi, mert nagyon gyenge volt a vetés, akkor ott bajba vagy akkor elakadsz. De hogyha ott sok jó vetésed volt, akkor egy csomó dolog elkezd visszajönni, olyan természetfeletti módon, amiben látszik, hogy ez nem egy természetes szint, hanem a mennyei dolgok, mennyei gondviselés van mögötte. Tehát ezért a viszonzásnak ez a törvénye, és megkapjátok az úrtól az örökséget. És Dávid pedig mondja, hogy szép öröksége van. És ez így van, hogy mindegyikünknek, Isten gyermekének szép öröksége van, ez nem kérdés. Mert Isten megjutalmazza azokat, akik teljes szívvel szolgálják Őt, teljes szívvel szeretik Őt, és az nem egy elvetett, lehet, hogy az emberek nem becsülik, de nem is azért teszem. Ezért engem nem zavar. Léha emberek lehet, hogy rosszul esik, de alapvetően teljesen meg vagyok győző, hogy zúrnak szolgálok, nem embereknek. És hogyha valaki fintorog, vagy nem tetszik neki, az az ő baja. Én tudom, hogy akkor is, ha jó szívből csinálom, tiszta szívből a viszonzást én az Istentől várom, és nem nem őtőlük, érted? És ez egy olyan szabadságot ad, és ez a viszonzás a nagy szükséged lesz az életed nagy kihívásainál. Oké, okay. tehát ezért... És ez a viszonzás hogy annyira látszik, annyira látszik, mondok egy-két példát ezzel kapcsolatban, hogy most nem magamat, mert az én történetemet is meg kicsit el akarom mondani. Például itt van Szabó Pásztor, ugye itt van a nagyfia Sándor, hogy a viszonzásnak a törvénye milyen érdekes. Szabó Pásztor, ugye a Gödöli Gyülekezetnek a pásztora, ő év éveken keresztül száz százalékban szolgált az Istennek, hogy egy fillért nem kapott ezért, és a munkáját teljes gőzzel csinálta. De mikor elérkezett, hogy, hogy házat vesznek, eladták a lakást, és egy házat kell venni, ha most elmondaná a történetét, hogy a viszonzás törvénye hogyan jelentott meg, gyakorlatilag valaki a legjobb házat, a Gödön az egyik legszebb házat úgy építette fel, hogy magának, de igazából szabópásztornak, mert nem sokat laktak benne, és utána hirtelen el kellett menniük, és átvették azt az ingatlan, és most egy fejedelmi háza van, és megmondta, hogy neki a szolgált miatt nincs ideje építkezni, és a viszonzás megjött, megkapta az úrtól az örökséget. Tehát ez egy valóságos dolog, és a viszonzás különösen a nagy kihívásoknál, nagy kihívásoknál jön át az életünkben. Na nézzük akkor gyakorlati területen. Ezért reményteljes jövőt lássál. Minden területen reményteljes jövőt. Reményteljes jövő. Ne csüggedjél, ne mondjad, hogy nát én olyan ilyen vagyok. Nem, nem, nem. Reményteljes a jövőd. Ha Isten gyermeke vagy, reményteljes a jövőd. Mert az Isten uralmának, a Jézus Krisztus uralmának soha nem lesz vége, a növekedésnek nem lesz vége. Ha fogod a kezed, vele együtt növekszel. És ez a növekedés azt is jelenti, hogy szellemileg, anyagilag, minden területen növekedésben van az életed. A mi felelősségünk, hogy közösségünk legyen az Atyával, Jézus Krisztus által és a Szent Szellem által. Úgyhogy ezért reményteljes jövőképet láss. Oké, nézzük akkor általános hét olyan alapelvet szeretnék, gyakorlati alapelvet átadni nektek, ami, ami, amit én nagyon fontosnak látom, és tapasztalatból is láttam a lakhatással kapcsolatban. De mielőtt ezt megteszem, látom, van még itt egy-két dolog, amit még elmondok ezzel kapcsolatban, hogy hogy az albérletre lehetőleg úgy tekintsél, mint a legrövidebb átmeneti megoldásra. Az albérlet a legrosszabb üzlet, a főbérlőnek jó üzlet, de ha te bérled, bérelsz lakást, hosszú távon gyakorlatilag az a legrosszabb konstrukció. Ugyanis az a pénzt, amit befektetsz a lakhatásba, azt föl is éled, és abból nem jön semmi vissza. Ezért mindenképpen érdemes törekedni, hogy az albérleti időszakot a lehetőségekhez képest a legrövidebb időre koncentráld, mert az albérlet, hogyha hosszú távon 5-10 évig élsz egy albérletben, mert nem mersz kilépni a saját ingatlan vonatkozásába, gyakorlatilag az a pénz, amit elköltöttél az albérletre, az a főbérlőt meggazdagította, de gyakorlatilag neked a semmilyen befektetés nem jelentett. És ezért sokkal jobb azok a konstrukciók, majd amiről fogok beszélni, ami egy olyan kifizetett összeg, amiből élsz is, de közben a saját vagyonodat, a saját örökségedet építed a kifizetett összeggel. És majd meg fogjuk nézni, hogy hogyan, fog, hogyan tudjuk ezt megtenni. Tehát az albélet az egy áldás, hogyha van, és szükséges kezdés, nem mi is éltünk egy-két-három évig, de törekedj arra, hogy ez ne legyen túl hosszú időszak. Tehát a túl hosszú időszak alatt értem, hogy öt év fölfele. Az már hosszú időszaknak számít. Viszonylag az átlag ember nem tudja elkerülni, hogy egy-egy időt szakot ne töltsön albérletbe, mikor elkezdi az életét, de öt évnél többet semmiképpen ne tölts ebbe, mert onnantól már lopás lesz számodra, és nem tudod átvenni akkor az örökségedet. Tehát ezért viszonylag koncentráljunk arra, hogy ez ne legyen túl hosszú idő, de mindennek van egy kifutása természetesen. A másik dolog még, amit így érdekességként megemlítek, ha valakinek a házába, lakásába bemész, a lakhatás tükrözi az embernek a személyiségét. És nem, nem lehet szebb házad, nem lehet szebb lakásod, mint ami belől vagy. Nem lesz jobb lakhatásod, mint aki vagy belülről. Értitek ezt? Tehát a minőséget először belől kell létrehozni, és ha belől ez létrejött, az csak idő kérdése, hogy a környezetedben az a minőség jelenik meg. Így van? Ezért, hogyha törekszel, a belső minőségre, a kreativitásra, a belső érzelmi gazdagságra, a precizitásra, a rendre, akkor ezek az értékek, ha beépülnek az életedbe, ez óhatatlanul meg fog jelenni a lakhatásodban. Ha egy igénytelen, rendetlen ember vagy, innen lehet elindulni megtéréskor. De hogyha megtérés után, két-három-négy-öt év múlva is ilyen vagy, akkor valahogy lemaradtál a fejlődésben akkor a lakhatásodban is ez az igénytelenség, ez a rendetlenség fog visszatükröződni. És én hiszem azt, hogy a mi lakhatásunkban is, abban az ott lévő minőség, az az Isten dicsőíti. És az ott lévő szépség az Isten dicsőíti. És ezért törekedj arra, mielőtt a lakhatásodat elkezded építeni, hogy ez a belső minőség belül alakuljon ki először. Mert ez tükröződni fog a környezetedben. Így van. Tükröződni fog a környezetembe. Mi sokszor jártunk úgy, eljöttek hozzánk emberek vendégségbe, akik nem ismertek annyira, és utána, utána azt mondja, ja, most kezdünk téged megismerni. Ja, te ilyen vagy, olyan vagy, amolyan vagy. Mert a lakhatás tükröz valamit belőled. Az ott lakókból. És ezért törekedj, hogy a minőség itt jöjjön létre. Az Istennel való kapcsolatban, azokban a minőségi értékekben, jellemi dolgokban, amik óhatatlanul meg fognak jelenni a lakhatásodban is. Oké. Okay. Még, még egy alapelvet a, a 5 Mózes 7:22-ben, ez nagyon fontos, és nagyon konkrét leckéket is kaptunk Istentől ezzel kapcsolatban. Amikor az ígéret földjét elfoglalták, E, azt arról beszél a Biblia az 5 Mózes 7.22-ben, hogy de csak apránként űzi el előled ezeket a népeket az Istened az Úr, tehát másik folytas azt mondja, hogy fokozatosan, nem semmisítheted meg mindjárt őket, mert akkor elszaporodna a mezei vad károdra. Mit akarok ezzel mondani? Nem, nem, úgy történt az igényed földjének az elfoglalás, hopp, nekiugrottak és mindent azonnal birtokba vettek és szépen ott laktak. Hanem mi hogy történt? Fokozatosan. Meghódítottak egy területet, egy idő volt még birtokba vették, utána meghódították a következő területet, és fokozatosan történt. Na most az esetek jelentős részében, Általában az anyagi örökség birtokba vételés fokozatosan történik. Mi nem nagyon szeretjük ezt, mi szeretjük egyből egy luxus ingatlan, és ott kezdeni milyen szuper, megházasodtunk, oda jön az első gyerek, stb. stb. De ez nagyon ritkán szokott működni, és sok esetben ez a világnak a gondolkozása. Az Istennek a gondolkozása azért fokozatosság, tudod miért? Hogy felnőjél belül is, jellemben, gondolkozásban, hogy birtokba tud venni? Mert egy, egy lakhatásnak terhei vannak. És oké, okay, hogy akarsz nagy birtokot, de mikor egy kis kertet nem tudsz gondozni, hogyan akarsz 3000 négyzetmétert? Érted? És amikor a kicsin hűséges vagy, eljön a többre bizatásnak az ideje. Ezért a lakhatásban is, nálunk például, két lépésbe vettük, ha három lépésbe vettük birtokba azt az örökséget, amit úgy most végleges szintnek gondolok földisikon, ha eladom bármi, akkor már tudok készen venni, de gyakorlatilag három lépésbe vettük birtokba, és jó volt ez az isteni bölcsesség, mert fölnőttünk először a panellakáshoz, annak a rendbetartásához, karbantartásához, rezsifizetéséhez, gondozásához. Utána fölnőttünk a kertesház első szintjéhez, és most már a másodikhoz. És ez óhatatlanul egy jellembeli érettséget jelent. És ezért gondolkoz abban, hogy van egyfajta fokozatosság ebben. És legyél türelmes lépésről lépésre meghódítani a te örökségedet. Tehát ritkán van az, hogy egy lépéssel a végleges földi lakhatási örökséget be tudsz lépni, hanem általában van egy kisebb örökség, ahol születik egy-két gyerek, utána megint tovább tudsz menni, ott is egy-két gyerek, megint tovább tudsz menni, ott is egy-két gyerek, és a végén már, már, már egész nagy ingatlanod van, és az is meg van töltve és, és mindez az Isten dicsőségére van. Úgyhogy ez a fokozatosság, ez a fokozatos birtokba vétel, ez egy isteni rend. Mert a világ az diktálja, hogy most egy nagy ötös lottó, és mindent megoldasz. Na most általában ezek az emberek tönkre mennek. Mert a jellemük, a gondolkozásuk nem nőtt fel az ilyen szintű sáfárságra. És vagy alkoholisták lesznek, vagy szétszórják. Olvastam most valakiről, hogy tíz év múlva olyan csóró volt, mint az előtt. Mert a gondolkozása nem nőtt föl, nem változott. Elvágta, volt egy fölfutás, egy nagy hullócsillag lett az egész. Nem, nem tanult meg sáfárkodni. És ezért Isten bölcs szintenként emel a lakhatásod vonatkozásában is. És hogyha megtanul sáfárkodni, többre fogsz bizatni ezen a területen. És ezt én a tapasztalatból is látom és tudom. És például azt is látom, hogy milyen jó, hogy fokozatosan, mert nem, nem is, nem is mondom, gyerekeimről akartam, hogy mondjam, nem mondok semmit. Hmm föl tudunk nőni, föl tudunk nőni a feladathoz. Oké. Okay. Jó, nézzük ezt a hét, hét alapelvet, hét gyakorlati alapelvet. Az első dolog, ami, amit kezdj el minél előbb, ez azt jelenti, hogy minél előbb a mai naptól kezdve, ha nem kezdted el. Kezdj el tudatosan pénzt gyűjteni, takarékoskodni, tartalékot képezni a lakhatásodra. Ha ezt nem teszed, akkor az önrész hiányában sokkal nehezebben tudsz tovább lépni. És itt van egy nagyon nagy kísértés, mint az 5000 ember megvendégelésén és előjött a tanítványok, azonnal reflektálták ezt a kísértést. Ott van 5000 éhes férfi, és még a nők és a gyerekek, tehát az 10.000 fölötti létszám és azt mondja, mit, mitek van? Kérdezi Jézus, hogy mitek van? Ó, uram, csak egy kisgyereknek van itt, az anyukája elkészít két halat, meg néhány kenyeret. Mi az ennyinek? Tehát a nagy kihíváshoz az a kicsi, amit én összetudok rakni, gyűjteni, mi az? A 15-20 milliós lakáshoz az a pár százezer forint, mi az ennyinek? figyelj, ennek a kísértésnek ne engedj. És Jézus azt mondta, nem, nem, nem becsüljük le a kicsit. Nem becsüljük le a kicsit, hanem hálát adunk azért, ami van, és elkezdjük megáldani és megsokasítani. Tehát, ha nem kezded el a tartalékképzést, hanem szétszórsz minden pénzt, amit lehet, mert szórni amúgy nagyon könnyű. Tehát pikpakra hetente több tízezer fontot el lehet szórni, mozikaja, mindenféle, stb. Ez pillanatok alatt elmegy a pénz. Én ezt úgy csináltam az elejétől kezdve, hogy minden bevételemnek egy százalékát félretettem. Kimondottan lakhat. Amúgy mind a mai napig ezt csinálom. Már a lakhatás kérdésére nem, de mindig félre van téve egy rész. Azért, hogy legyen tartalék. Mert ez lesz az, amit, amit Isten meg tud sokasítani. Amit meg tud szaporítani. Amiből, amiből ez lesz az a fegyver, amivel nekiugorhatok a góliátnak. Ha nincs a kezedben semmi, akkor nem tudsz neki menni a góliátnak. És ami a kezedben van, ez az a tartalékképzés, ami mögött kell, hogy áldozat legyen, ami mögött fontos, hogy, hogy, hogy kezd el gyűjteni. És ne azzal foglalkozzál, hogy csak havonta 5000 tudok, vagy tízezret. Kezd el most, már most is késve vagy. Kezd el most, kezd el a tartalékképzést. Már az ösztöndíjatból, vagy bármilyen forrásod van, mert ez egy nagy kincs lesz az Isten kezébe. Ezt ez meg fogja tudni szaporítani. Meg fogja tudni sokasítani. És nézd meg, az 5000 ember, a tízezer ember jól lakott abból a kevésből. És még maradt is. Tehát az is jó járt, aki, aki tartalékolt. És amúgy ez tényleg így van, ez valóságosan így van, hogy minden ingatlanba, amikhez hozzájutottunk, mindegyikbe kellett egy önrész. És, és el kellett kezdenünk, nekünk is tudatosan készülni erre. És minél előbb kezded, annál nagyobb szanszod van, hogy egy fansúlyos összeg fog összegyűlni, mire a góliát közelébe kerülsz, és ez a kihíváshoz kerülsz. Tehát soha ne becsüld le a tartalékot, mert Isten kezébe az a kevés, sok tud lenni, az a kevés áldás tud lenni, és előmenetel tud jönni belőle. Ezért tudatosan gondolkoz, ezen a területen. A második alapelv, amit látok, hogy a lakhatás területén Isten nem fogja megspórolni az áldozatvállalást. Aminek nincs ára, annak nincs becsülete. A lakhatás vonatkozásában mindenképpen szükséges lesz az áldozatvállalásodra. Tehát néha a lakhatás kialakítása komoly áldozattal jár. Amikor mi beköltöztünk a, a, a mostani ingatlanunkba, a házunkba, egy éven keresztül már a feleségem szólt, hogy nem tudtam kiülni, hiába szép teraszunk lett, mert egyszerűen annyi munka volt, hogy, hogy az áldozatot, mivel szolgáltunk reggel, délbe, este, ezért ezután tudtuk csinálni. Mert arra nem volt pénzünk, hogy mindent kiadjunk külső szakembernek, és egy nagyon kemény áldozati időszakunk volt. De tudod, mi történik? Amíg áldozatot hozol a lakhatásba, és nem potyan az öletbe ingyen, onnantól kezdve elkezded megbecsülni azt. Elkezded megbecsülni. Onnantól kezdve a tied lesz. Én látom, hogy, hogy milyen, milyen különbség például a gyerekeim, akik csak beleszülettek a jóba, és mi a különbség az apjuk meg az anyjuk, akik már az áldozatot meghozták ezzel kapcsolatban. Érted? És ugyanígy a te lakhatásodnál is másodszorra kalkuláld be, hogy ne legyél kényelmes áldozatot vállalni. Mert ez tetszeni fog az Istennek, ezt meg fogja áldani. Ne felejtsd el, az áldáshoz mindig kapcsolódik egy szó. Az is A betűvel kezdődik, az áldozat. Mi az áldást szeretjük, az áldozatot nem akarjuk. De az áldás elválaszthatatlan az áldozattól. És ezért a lakhatás vonatkozásában készülj arra, hogy áldozatot kell hozni. Ebben van egy isteni tanító lecke is, hogy megbecsüld az örökségedet. Amiben nincs áldozat, az könnyen jön, és könnyen is megy. És az könnyű eljátszani. Mert, mert nem volt ára, nincs súlya, és ezért nem is kapcsolódik igazi felelősség hozzá. És ezért az áldozat, és komoly áldozatok vannak. A lakhatás vonatkozásában komoly áldozatok vannak, úgy, hogy az Isten áldása ott van, és mégis nekünk meg kell hozni az áldozatot. A következő dolog, hogy Isten sok esetben generációkba gondolkozik, és a lakhatás vonatkozásában jó az, hogy az előző generációknak az áldása segítheti a következő generációkat. És, és ez egy jó dolog, és ezért sok, sokan sok autókról Isten úgy fog gondoskodni, hogy a szülőkön keresztül is kaptok egy olyan részt, ami egy segítség lehet. Majd fogunk is ebben példát hallani, és sose felejtem el egy fiúnak a történetét, aki imádkoztam, már vagy tíz évvel ezelőtt volt, nagyon emlékezetes volt. Ez a srác nősülni készült, szeretett volna a saját lakást, és egy teljesen pogány hátterű megtért, de egy nagyon jó srác volt, most is az úrral jár csak már megnősült azóta, és... Euh, az <laughs> fői, igen, és már ingatlanja is van. De ami, ami, érdekes volt, hogy például hogy jutott ingatlanhoz, hogy nagyon szeretett volna lakást venni, de sehogy nem jött neki össze. És akkor elkezdett imádkozni, uram, de hát te megígérted, hogy gondoskodsz, miért nem jön össze, stb. És egyszer jött hozzám imád kérni, és ahogy imádkoztam érte, a Szent Szellem szólt, hogy nincs rendben a kapcsolata a szüleivel. És én ezt nem tudtam, úgy följött bennem ez a gondolat, és mondtam neki, hogy figyelj de te, te rendben vagy a szüleiddel? Hát azt mondja, re igazából rendben, de mégsem. Mondom, most, most ez miről szól? Hát mikor megtért, nagyon ellene mentek a szülők, milyen szekta, így szekta, meg úgy szekta, és ő meg kiosztotta őket, hogy pokolba fognak jutni, hogy így csinálják. Tehát úgy eléggé lekezelte a szüleit a maga tiszteletlen módján, és gyakorlatilag befagyott a szülőkkel való kapcsolata. Az előtt volt túl jó, na de mikor megtért, még rosszabb lett, mert szektás lett a gyerek, ők meg látta a pokolba vezető utat a szüleinél, úgyhogy úgy befagyott ez a kapcsolat. És mondtam neki, figyelj, mondom, a Biblia nem ezt mondja hanem azt mondja, hogy tisztelt szüleidet. És figyelj, hogy legyen minden kapcsolati csatornát kitisztulva, mert ki tudja, hogy Isten minden keresztül akar megáldani. És akkor ott imádkoztunk, és mondtam, hogy menj haza és kérj bocsánatot a szüleitől. És egy olyan érdekes dolog történt, amit soha nem felejtettem el, Hazament, őszintén me megértette ez a srác, mert tiszta szívű gyerek volt alapvetően, megértette, hazament, bocsánatot kért a szüleitől, és tudjátok, mi történt? Egy hónapon belül, a anyukájának vagy az apukájának, amúgy vezetőbeosztású emberek voltak, pont akkor mentek nyugdíjba, volt valamilyen megtakarításuk, ez, amit több, több vagy húsz éven keresztül fizettek, és egyszerre jött vissza. És akkor, egy hónap múlva kapták meg ezt az összeget. És lám, mi, mi jutott eszébe az apukának meg az anyukának, és hiszem, hogy ezt a Szent Szellem vezette, hogy a fiúknak segítsenek. És gyakorlatilag egy-két-három hónap múlva egy gyönyörű ingatlanja volt ennek a fiúnak, mert volt valami megtakarított pénze, plusz a szülei hozzátették a hiányzó részt, és Isten gondoskodott róla. Tehát mindenképpen fontos, hogy az előző generációk áldását bírjad. Ez, ez segíteni fog a te a, Az előző generációk áldása, ez egy szellemi dolog, de megjelenhet anyagi, meg egyéb más dolgokban is. Tehát ez a harmadik dolog, amit szeretnék hangsúlyozni, hogy ez egy szellemi alapel, hogy a családi vonatkozásban legyen tiszta kapcsolati csatornád, hogy Istentől át tudjanak jönni dolgok. Mert az Istentől jövő dolgok ritkán jönnek úgy, hogy Istentől közvetlen neked, hanem általában úgy jönnek, hogy Istentől, embereken keresztül neked. Érted? És hogyha azok a kapcsolati csatornák nincsenek kitisztítva, ha az úr pont a szüleiden keresztül akar megáldani, de nem vagy jobb a szüleiddel, bedugult ez a csatorna, nem tud átjönni mindez. És ennél a sásználat abban abba a pillanatban, hogy ki lett takarítva, brrr, már is átjött mindez, amit, amit az isteni gondviselés neki elkészített. Tehát ezért figyelj arra. És hál' Istennek nagyon sok olyan segítség van, ami a szülőkön keresztül a következő generációkra tud jönni, szellemi meg anyagi áldásként is. Úgyhogy, úgyhogy vedd igénybe, vagy számíts erre is. A, a következő terület, ami a lakhatás vonatkozásban látok, hogy már említettem az előbb az áldozatot, a lakhatás vonatkozásában az extra munkának a vállalása az esetek 80%-ában nem nagyon kerülhető el. Tehát ez is az áldozatnak a része, hogy ahhoz, hogy megfelelő ingatlanhoz jussál, kell egyfajta áldozat ezen a területen. Például extra munka. Ha én most elmondanám, hogy én milyen munkákat vállaltam, mint főállású szolgálattevő, elmondom. Tehát mikor... Két területen sikerélményünk volt, nekem elég jó üzleti érzéken volt korábban a megtérés előtt, most is megvan, csak már kicsit kopott, mert nem használtam annyit, de például megláttunk egy lehetőséget, mikor megházasodtam, a feleségemnek, a nővérejéknek volt egy kis vállalkozása, ő is pásztor volt a sógorom, meg az is, mind a mai napig, és ilyen bébi ruhákat vartak, ilyen bébi ágyneműket. Hát én ugye soha nem volt nagy varónői kenetem, de, de láttuk azt, hogy gyakorlatilag, ha nem tudom hány darabot megvarunk, akkor milyen komoly pénzt tudunk pluszba fölhalmozni. És volt egy fél éves időszak, amikor befejeztük a szolgálatot, és még nyolctól évfélig a feleségemmel vartunk és én szaptam, ő varta, és ilyen kis takarókat, meg párnákat, és volt egy sablon, úgyhogy viszonylag olyan volt, amit még én is meg tudtam tanulni. És képzeljétek el, abba a fél évbe három hónapot? Vagy három évig? Ú, olyan sok volt. Na mindegy ennek volt a különféle intenzitása. És abban, abban az időszakban gyakorlatilag egy olyan alapot tettünk félre, azt, a pénzt egy az egyben beadtuk a tizedet, és azon túl egy az egyben félre tettük a lakás alapra. Mire észrevettük, jó néhány százezer forint, ugye még akkor még az az már ma, akár ma milliós tételt is mondhatnánk, félre tudtunk tenni, és ez volt az önrészünk a későbbiekben. Tehát meg kellett hozni azt az áldozatot egy extra munkában, vagy volt egy másik konstrukció is, amire így volt szemünk, egy másik vonalon a családban, akkor még a, volt a rendszerváltás, és a nyugati autóknak különösen nagy értéke volt és a, a, másik sógorom az karosszéria lakatos mind a mai napig, és nagyon ügyes srácok voltak, és gyakorlatilag azt találták ki, hogy nyugatról behoznak törött autókat, ők rendbe teszik, és akkor eladjuk. És akkor mi is beszálltunk ebbe a bizniszbe, a kis megtakarított pénzünkkel, hogy megvettünk ilyen törött autókat, körülbelül három vagy négy kör csináltunk, és ebbe volt egy rizikó, volt egy áldozat, szervezés, mikor az ukrán mafia jött megvenni az egyik autót, voltak benne izgalmak, kellett imádkozni, meg minden. Ilyen gyanús szerzetek tényleg Ukrajnából, alig beszéltek magyarul, hogy éreztük, hogy valami nem tiszta, de mondom, fizessenek, az menjenek, azt ne is lássam őket többet. De, de képzeljétek el, három vagy négy ilyen kör tettünk. Mire megtettük, mire befejeztük ezt a három-négy kört, ott volt egy-másfél millió forint, ami ma már egy kicsit több, amit csak pluszba, egy kis plusz áldozatvállalással, szervezéssel, befektetéssel létrehoztunk, ami szintén egy alapot képezett a későbbiekben a lakásvásárlásra. Tehát figyelj, legyél kész, legyél nyitott, hogy kreatív legyél ebbe, hogy meglásd azt, hogy, hogy milyen lehetőségeid vannak arra, hogy egy kis plusz pénzt tudjál felszabadítani legális körülmények között. És ez általában extra munkavállalással jár. A következő dolog, amit szeretnék hangsúlyozni, hogy ma Magyarországon hála Istennek soha nem volt ilyen jó dolga a lakás vagy az ingatlanhoz jutni akaróknak. Tehát soha nem volt még ilyen jó dolga. Tehát azok a törvényi lehetőségek, feltételek, amelyek vannak, ezt most úgy mondom, mint aki a környékbeli országot és a világot is elég jól ismerem ezen a területen. Tehát Romániába, csak a szomszédos országba elmentek, Szerbiába, Romániába, azt se tudják, hogy mi az, hogy szociális támogatás, mert ilyen nincsen. Az, hogy szocpol, meg csok, meg kedvező hitel, meg adókedvezmény, figyelj, ez csak Magyarországon van. Pont most voltunk Erdélyből, ott magyarán beszélgettünk el, és mondták, hogy náluk annyi gyerek támogatás van, hogy körülbelül 40 lejön ki gyerekenként, ami 4 x 28, 2800 forint. Annyi valami kis adó, és semmi, se lakhatás, se kedvezmény, se kedvezményesítés, semmi nincsen. Semmi nincsen, Szerbiában sincsen, semmi. Az van, hogy kimennek nyugatra, ott hagyják évekig a családjukat, és vagy megtalálják, mikor visszajönnek, vagy nem, és ott dolgoznak nappal át éve, mint a rabszolgák, és visszamennek a falujukba, a városukba, és építenek házakat. Ez a szociális támogatásuk. Na most Magyarországon csak azért szeretném mondani, mert annyira néha sötétség van a magyarok fejében azt hiszik, hogy a Föld legcsóróbb, legrosszabb országában laknak. De ez abszolút nem igaz. Ha csak kelet-közép Európát nézed, magyaroknak van a legjobb szociális helyzetük. Messze. Messze. Tehát, hogyha Romániát, Szerbiát, Ukrajnáról nem is beszélve. Abszolút, tehát nem csak, a, nem csak a közép, hanem még a nyugati viszonylatban is a magyar körülmények kiemelkedőek. Tehát amit beszélnek, hogy a család, stb., ennek tényleg van forintális haszna. És azért mondom ezt nektek, mert vegyétek észre, hálásak legyetek ezért, és éljetek ezzel a lehetőséggel. Például épp most voltam az egyik fiatal házaspárnő, ők a csokból építkeztek egy fantasztikus, szép házat, hogy éltek azokkal a lehetőségekkel, utána néztek, és igénybe vették, ilyen, még mi is vettünk fel szocpolt, de figyeljetek, az a töredéke volt, mint amit ma adnak. Persze az árak is mondjuk mások, de, de arányaiban sokkal kevesebb lehetőség volt nekünk. De nekünk is áldás jelentett, tehát becsüljétek meg, értékeljétek, és vegyétek igénybe. Használjátok ki ezeket a lehetőségeket, mert itt van például a csok, ez egy nagyon jó dolog akkor a másik dolog, amit, amit, én is használtam, és mindenképpen fontosnak tartok, hogy vannak olyan takarékossági formák, ami kimondottan a lakhatás segíti. És Magyarországon ma a legjobb lakhatás segítő takarékossági forma a lakás takarék pénztára. Különféle fundamenta, meg már többféle bank csinál ilyet, ami az egyik legjobb konstrukció, mert fizetsz egy 60 vagy 70 százalékot? Hogy is van ez? már nem tudom, fizettem én is már évek óta, de most pontosan nem. Mondjuk 60 ot a többit hozzáteszi az állam, és még vehetsz fel kamatmentes hitelt hozzá. Igen, tehát 30 ot hozzátesz az állam, és még kapsz kamatmentes hitelt. Abban az összegben valami kedvező kamatozású. Így van. Ami, ami nagy dolog, mert a mi időnkben még ez a lehúzós devizahitel volt. Tehát amiben befizetted, és lenne nem volt vége. Tehát, tehát, ezek azért jó lehetőség. Ezért gondolkodjatok abba, már fiatalon, mikor végzel a közé onnantól kezdve már kötelező gondolkodni ebbe, mert jól fogsz járni, ha gondolkozol. Például ez az LTP, ez a lakástakarék, én nem vagyok semmilyen szinten érdekelt ebben, nem ezért mondom, csak, csak látom, hogy ez egy jó lehetőség. Amúgy vannak itt jó szakemberek, úgy tudom, az ezt is foglalkozik, a, a csabáék is foglalkoznak ezzel, akik tudnak ebbe segítséget adni, hogy, hogy vegyétek ezt igénybe, mert például, ha havonta valaki fizet 10-20 ezer forintot, néhány év alatt már egy olyan komolyabb összeg föl tud halmozódni, amihez akár egy kis kamatmentes hitelt fölveszel, és már is nem albéletet fizetsz. Ugyanúgy fizetsz havonta, de az már a sajátod. Az már, az már nem a főbérlőt gazdagítod vele, hanem a te magad építkezését fizeted. És az egészen más. Tehát ezért. Én úgy tudom, hogy a piacon, meg ezt mondták nekem is a pénzügyi szakik, hogy most tényleg ez a legjobb, ez, a, ez az LTP, többféle bank, többféle konstrukció. Nézetek utána vannak itt is köztünk is szakik, meg, meg, meg vannak olyan, akik átlátják, de lehetőleg olyan szakemberhez menjetek, aki nem egy bankhoz van elkötelezve. Mert úgy is azt fogja mondani, hogy az a legjobb, hanem olyanhoz menjetek, aki, aki, aki a teljes piacot lefedi. Tehát Személyre szabottan tud a legjobb ajánlatot adni, mert ő, ő nem, egy, nem az OTP-hez van elkötelezve, mondjuk, vagy ehhez a bankhoz, hanem bármelyik banknak az ajánlatát látja, és meg tudja, hogy mi a te szükséged, és ezért személyre szabottan tud ö, normális ajánlatot adni. Tehát ez érdemes ilyen takarékossági konstrukciót találni, ahhoz, hogy, hogy amikor oda hogy lakást vegyél, vagy ne talán építkezzél, például az LTP az a lakásvásárláshoz is nagyon jó felhasználható, felújításhoz is, meg a építkezéshez is. Egészségedre. Tehát ez beváltható, ezért gondolkozz tudatosan az isteni gondviselés nem úgy jön, hogy én imádkozom és várom a jó szerencsét. Az isteni gondviselés, az úr mindig így működik, hogy velünk együtt akar működni. Hogy ő megteszi az övét, egy természet feletti dolgot oda tesz, de nekünk is van olyan, amit nekünk kell megtenni. És ebből az együtt munkálkodásból tud létrejönni a lakhatási örökségünk. Ezért bátran kezdjetek el tudatosan gondolkozni, Ebben a dologban, hogy, hogy legyen ilyen előtakarékosságod, mert ez egy jó befektetés. Már az ösztöndíjból is az ügyes egyetemisták már egész komoly ösztöndíjakat tudnak lehúzni, és már abból is lehet a tizeden túl egy LTP-t fizetni, mert így előre gondolkozol. És én azért szeretem az ilyen rendszeresen fizetendő dolgot, mert ott van egy elkötelezettségem ha csak magadnak teszed félre, ott könnyen kísértésbe eszel, mint ahogy láttunk erre konkrét példákat, hogy félre tesz, hát most nem teszem, mert most olyan kiadásaim vannak, de mikor LTP-t fizetsz, az egy, az egy, fegyelmet is jelent számodra, hogy ott minden hónapban muszáj, persze lehet szüneteltetni, úgy tudom, de, de mégis egy fegyelmet jelent, hogy havonta rendszeresen fizeted azt. Ez volt a, Mariam, volt a tartalékképzés, volt az áldozatvállalás, a családi segítség, igen, a családi segítség, az extra munkavállalás, az LTP-t mondtam, illetve majd most a hitelről, még hitelről néhány mondatot szeretnék mondani, bibliai nézőpontból. Illetve még van az, az, örökségnek a kérdése. Isten sok esetben gondoskodik, hogy, hogy egy örökséget kap az ember. Ennek többféle formája lehet. É, például jó néhány keresztény embernél láttam, hogy például eltartási szerződést kötöttek, és szép örökséget kaptak, becsületesen végiggondozták, elkísérték a mennyig, és utána az az örökség rájuk szállt, és abból komoly lépéseket tudtak tenni a saját lakhatásuk területén. Ezen túl akár családi örökség is örökségen keresztül is tud Isten gondoskodni, de ha nincsen örökséget földi van mennyi örökséget, ne csüggedj el, én se kaptam nagy örökséget, de Istentől való örökségünk a szép, és ő gondoskodni fog rólad. De ez is lehet egy, egy meghatározott tényező a lakhatásban. A hitelről hadd mondjak néhány dolgot. Sokan, sokféle véleménnyel vannak a hitelről. A hitel, először nézzük meg, hogy van-e ennek bibliai alapja? Szerintetek van a hitelezésnek bibliai alapja? Mondjatok példát. Persze, az uzsora az a kölcsönadásnak egy olyan formája, ami lehúzza a másikat. Tehát ez egy abszolút helytelen kölcsönadás, és az uzsora ellen beszél a Biblia, nem a normál hitelezés ellen beszél. Figyelj, a méltó méltó a munkás, tehát a kölcsönadó is méltó, hogy jutalma legyen ebből. Tehát mindenki, aki dolgozik, az méltó a maga jutalmára. Az uzsora az azt jelenti, hogy nem a győztes-győztes szemlélet, hanem a vesztes és győztes. Az egyik nagy győzelmet vesz, nagy, nagy profitot termel, a másikat meg lehúzza. Tehát ezért az uzsora, az egy Isten által büntetett dolog, és ítélet alatt lévő dolog. Na de önmagában a hitelt nem helyes teljes mértékben leírni. Ez egy olyan konstrukció lehet, ami Isten áldásaképpen is jön, csak nagyon felelősen kell vele bánni. Mert egy nagyon veszélyes dolog is lehet, ha könnyelműen használjuk, hiszen hány hitel csapdába került emberért fele szolgáltunk már, meg mentek tönkre, meg váltak el, meg ingatlanok úztak el a helytelen hitel használat miatt. Erről szeretnék néhány dolgot mondani. Volt például egy asszony, akinek a hitelező fenyegette, hogy elviszi mindenét. És ez az asszony szaladt az Úrhoz segítségért, és az Isten emberéhez. Ez Elizeus volt, lehet, hogy emlékeztek a történetre. És Elizeus egy isteni stratégiát mondott neki. Ugye hitelező el akarta vinni az ingatlant, ugye van, akinek el is vitte már, sajnos sok ilyen családot láttam keresztényeknél is, a felelőtlen tudatlan gazdálkodás miatt, ezért a hitelhez mindig nagy felelősség kell. Járt körbe, szakembereket vonj be, érett embereket kérdez meg. Na és mit csinált ez az asszony? Egy olyan stratégiát kapott Istentől, azzal kezdődött. Menj, kér kölcsön. Menj a szomszédodhoz, kér kölcsön. A hitelcsapdából akart kijönni egy másik kölcsönnel. Kér kölcsön lábasokat. Mi van a te házadban? Itt is mindig itt kezdődik. Mi az önrészed? Mi az önrész? Azt mondja, hát nem sok minden csak egy kis olajam van. Na semmi gond, kis olaj, nagyszerű. Akkor kérjél kölcsön edényeket, és öntsed az olajat. És itt jön be a természet fölötti. A kölcsön bevonása, plusz az az önrész, ami neked van. És Isten elkezdte megáldani, és öntötte az olajat, öntötte még minden edény megtelt. És mit mond? Menj el, add el, ki a tartozásodat, nem azt mondta, hogy éljél belőle nagyvonalúan, hanem felelős pénzügyi gondolkozással először fizes ki a tartozásodat, mert sajnos a magyar emberek között azért adósodtak el sokan, mert lenne már arra pénz, de hát neki kell az. Mert nem felelős, hanem elúszik, elkölti erre, arra, amarra a tartozásai meghalmozódnak. Tehát ez egy, ez egy istentelen dolog. Az ez, ez Elizeusnál van a királyok könyvében. Na és mit, azt mondta neki, hogy menj, és fizes ki a tartozása és a maradékból éljél. És gyakorlatilag ki tudta fizetni a hitelezőt, aki már ott volt, hogy visz mindent, és az asszony megmenekült a hitelcsapdából, min keresztül menekült meg? Egy kölcsönön keresztül, és a saját önrészének, a bölcs, Isten szerint való felhasználásán keresztül, és ez lett megáldva, ez lett megszaporítva, ez lett megsokasítva. Tehát a hitel, a kölcsön, plusz az önrész, isteni áldással kihúzta a hitel csapdából, és túlélte azt a nehéz időszakot. Ezért a hitelre nem lehet azt mondani, hogy ördöki. A hitel az egy semleges dolog, ami Isten kezébe is lehet eszköz, de az ördög számára is egy nagyon komoly lopás lehet. Ez a devize konstrukció legyalulta az egész országot. Nagyon sok ember zsebéből milliókat vett el, és, né és néhány ember zsebében milliókat tett bele. És tehát ezért nagyon felelősen kell a hitellel kapcsolatban. A hit, de erről majd jövő alkalommal fogtok hallani többet, csak annyit szeretnék a lakhatással kapcsolatban elmondani, hogy minden, tehát fogyasztói termékekre hitelt venni nem túl logikus. Ugyanis a fogyasztói termékek, a autót is veszel hitelre, kihozod a szalomból, már is két milliót esett az értéke. Tehát ezért, de közben te fizeted a hitelt, és ezért az ilyen fogyasztási cikkekre nem, nem, érdemes, nem azt mondom, hogy egyedi esetek, de alapvetően nem szabad, nem gazdaságos hitelt fölvenni, de a, egyedül a lakás árak azok mennek. Tehát a lakás, lakhatásban való befektetésben a hitelt érdemes egy jól, jól, jól személyre szabad hitelt érdemes fölvenni, mert a lakás árak mennek. A lakás árak mennek. Mikor megvettük a mi első panellakásunkat, még akkor a postabanktól kapott a feleségem munkahelyi hitelt, valamennyit, figyeljetek, mi megvettük 2 millióért, felújítottuk, és eladtuk 8-ért, 4 vagy 5 év múlva. Tehát, tehát azt a hitelt én simán, mit tudom, 500 ezeret vettem fel akkor, simán visszafüzettem, és nekem egy áldásom volt, meg szerezte azt az összeget, ami a lakhatásomra kellett. És az egy nagyon jó konstrukció, tényleg áldott módon jöttünk ki abból az első lépcsőből, ami a lakhatásunk volt. Tehát a hitelt felelősen átgondolva, tanácsokat kérve, körbejárva, és lehetőleg olyan szakembertől, aki nem egy bankhoz van elkötelezve, hanem az egész piacot átlátja, és ilyen módon tud tanácsolni, hogy a személyre szabottan a. A lehetőségeidhez képest a legjobb variációt találja meg számodra. Tehát a hitel lehet áldás az önrészel együtt. Természetesen arra számolni kell, hogy a magyar hitelezési rendszer is ö, arányos ugye a bevétellel, azt hiszem 60%-ig lehet hitelt fölvenni. Tehát, hogyha mondjuk 200 ezer forintos a fizetése, tehát a részleted nem lehet több. 100-120 ezer forintnál, mert a szükséges. Tehát ezekkel azért alapvetően legyetek tisztába, de hogyha felelősen csináljuk, a hitel lehet áldás. De Istennek van lehetősége, még hogy hitel nélkül is tud boldogulni és előrelépni, de becsüljétek meg azokat a magyar szociális lehetőségeket, ami a fiatalházasoknak, családosoknak, mondom, európai szinten egyedülálló. Európai szinten egyedülálló, ami itt Magyarországon van, és legyünk ezért hálásak, és figyeljetek, éljetek vele maximálisan. Éljetek vele maximálisan. De senkinek sem javaslom, hogy, 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 hogy kicentizze a családi költségvetést, hogy LTP-t fizet, hitelt, meg minden mást, és úgy ki van centizve, mert nem tudod, hogy két év múlva ezek hosszú távú, hosszal lejáratú dolgok, hogy milyen bevételed lesz, tehát mindenképpen felelősen kell kalkulálni és tervezni. Na, azzal szeretném befejezni a Lukás 14.28. Mert ki az közületek, aki tornyot akar építeni, nem ül le előbb és nem számítja ki a költséget, hogy telik-e mindenre a befejezésig. Ez egy nagyon jó igen, Lukás 14.28. Szeretnék itt valamire fölhívni a figyelmet. A hit és a józanságnak az összefüggése. A hit és a józanság. A pénzügyekhez rendkívüli módon kell józanság. A pénzügyekhez rendkívüli módon kell józanság. Ha nincs józanság, nagyon el lehet úszni. Az nem hit, hogy majd az Isten megsegít, és felelőtlenül bevállal terheket. Én azt tapasztaltam, hogy egyes projektekre, amire van kijelentésem, bele lehet menni úgy, hogy nem látom, a, hogy miből fogom kifizetni, ha az Isten szólt nekem, és működni fog. De egy büdzsét menedzselni, hogy nem számolom ki, nem lehet. Én próbáltam ezt hitből csinálni, hát majdnem beleroppantam, mikor a hálózati irodát működtettük egy bérelt helyen, és minden hónapban kellett fizetni bizonyos rezsi, meg bérleti költséget, és nem láttuk rá az összeget. Figyeljetek, rengeteg álmatlan éjszaka volt, hogy fizetjük ki, és megtanultam, hogy nem, fél év után azt mondtam, hogy befejeztük, a lakásba ki fogunk alakítani irodát, sokkal olcsóbb konstrukciót fogunk kitalálni, mert nem ér odáig a takarónk. Tehát büdzsét menedzselni hitből nem lehet. Egy-egy projektet lehet, amire kijelentésed van, és arra lesz isteni természet fölötti gondviselés. Tehát a hit és a józanság nagyon fontos, hogy együtt haladjon. Az nem hit, hogy egy ilyen általános durantás azt mondod, majd az Úr gondoskodik, és közben felelőtlen döntéseket hozunk pénzügyelileg. Ez nem hit, ezt tudod mi? Butaság. Mert az ige beszél arról, hogy számolt ki. Ahhoz, hogy eljuss a befejezésig, reálisan józanul mért föl. És egy-egy projekt, amihez az Isten ad neked rémát, az működni fog, de egy rendszeres büdzsét, hogy, hogy látod a bevételeidet, hogy van mondjuk 200 000, 250 ezer családi bevételed, és bevállalsz egy 200 ezer hitelt plusz rezsim, meg majd az úr gondoskodik rólunk. Ezt soha ne csináld. Soha ne csináld mert ez nagyon veszélyes. Ebbe bele lehet bukni. Fontos, hogy számolt ki, hogy eljuss a befejezésig. És inkább lassabb tempóban a növekedés nem lehet erőltetni. Na, tehát lesz örökséged, de legyen józan ezen a területen. És befejezésre csak annyit szeretnék hangsúlyozni, hogy mindenkinek egyéni stratégiája van. És Isten egyszerűen megadja a stratégiát. Például, amikor én elkezdtem a kertesházat építeni, kaptunk erre egy hitet, egy meggyőződést, hogy indulhatunk ebbe. Kaptam egy szabadságot, hogy vegyek fel hitelt is, de a Szent Szellem egy nagyon különleges dolgot mondott. Abba az időben, még nem tudom, emlékeztek-e, vagy még volt-e ilyen, hogy a hirdetésnek a lehetőség, meg az internet nem volt ennyire elterjedve, és az express újságokon keresztül történt. Emlékszik még valaki erre? Néhány, nem túl sokan bólogattok. Na az Express újságon keresztül történik, és mikor elkezdtem gondolkozni, imádkozni, hogy hogy jutok én a lakhatásnak az örökségehez, már a második lépcsőhöz, ami góliát volt nekünk is, mert azért a 8 millió és a 25 millió között jelentős különbség volt, és nem volt több tartalékunk. És a Szent Szellem azt mondta, hogy ne az Express újságon keresztül, hanem vegyél egy kerékpárt és nézd meg, hogy melyik területen szeretnél lakást venni. És szépen kerékpározd be azt a vidéket. Nézd meg a telkeket. És fogsz találni egy telket, ahol a szíved megdobban. Na, az a te örökséged. És én meg naivan vettem egy kerékpárt, és napokat töltöttem azzal, tudtam, hogy a 17. kerületben szeretnék lakni, az szép kert, városi rész, hogy jártam utcáról utcára, és néztem az üres telkeket, nem túl sok volt, és nem nem napok elteltek, semmi nem történt. Nem dobogott a szívem különösebben, de egyszer elérkeztem egy helyre, ahol ekkora fű volt, és, és úgy tűnt, hogy egy gazdátlan telek, és mikor megálltam ott, egyszer azt éreztem, ez ez lesz az én örökségem. De mondom, hogy nem is eladó, ez egy, nincs is gazdája. És akkor bementem a területre, és léptem három lépést, és ott volt a tábló, hogy eladó telefonszám, csak akkor a gaz volt, hogy nem látta senki. Ezért nem tudták eladni ezt a telket, mert gondatlan volt a gazda. Tudod miért? Mert nekünk volt föntartva. Hazamentem gyorsan, kerékpáron szóltam a feleségem, mondom, gyere drágám, nézd meg, mondom, ha neked is dobban, akkor már mehetünk is. És eljött ő is, és végigjártuk, és azt mondja, ez a mi örökségünk. Figyelj, a lakhatás ügyében fontos, hogy mind a kettőtöknek dobbanjon a szíve. Ez fontos. Kell, hogy a férfi hozza a stratégiát, de oszhatja nő is, csak legyen a mennyből. És, és utána, utána mind a ketten egy akaratra jussatok. Ezt megtanultam, hogy fontos a stratégiai családi dolgokban szükséges az egy gyakarat. Ne legyél fafejű, hogy én vagyok a férfi, majd én megmondom, azt csináld a hülyeséget. Hanem, hanem egy gyakorlatra jussatok, mert ez egy kontrollt is jelent, ez a dolog. És ezért nekem olyan jó volt, oda jött a feleségem, abba a pillanatban olyan izgalomba jött, és a Szent Szellem szólt, azonnal vegyük meg. Nem értettük, mi ez a sürgetés, hogy már menjünk most azonnal. És akkor értette meg, mennyire fontos, hogy engedelmeskedjünk. Fölhívtam a telefonszámot, ráadásul egyik kopott volt, úgy kellett kisilabizálni, hogy az egy utolsó számot nem láttam. És akkor fölhívtam egytől tízig azt a számot, és a nyolcadiknál bejött a telefon, és mondja, igen, övé ez a telek, azt mondja, ma ott van, már nem is foglalkozom. Tudtam, ez az én telkám. Mert látszott, hogy nem volt neki fontos, úgyhogy tudtam, hogy jó alkupozícióban vagyok. Na a lényeg az, hogy elmentem, vagy félmilliót lealkuttam, megvettük, és akkor értettem meg két hónap múlva akkor jött ki még az első Orbán kormánynak az első lakástámogatási hitelakciója. És képzeljétek el, abban az utcában jó néhány telek volt, és én megvettem 4 millió, 3 millió 9 ér, négy és árulták, 600-at lealkultam, megvettem 3 9 és két hónap múlva az összes szomszédos telket 10-12 ér adták el, mert kijöttek a kedvezményes hitelek, és még háromszorozódtak a telekárak. És hogyha én akkor nem lépek, akkor ez az ember kiózanodik, és eladja 12-ért. Csak már nem tudtam, mert az a telek az enyém volt. Mert akkor engedelmeskedtem a szent szellemnek. Érted? Tehát. Ez az egyéni stratégia. Ez nem azt jelenti, hogy neked is kerékpárt kell venni. Ez nem azt jelenti, de alapvetően van egy egyéni stratégia, amit neked Isten mondani fog, ami a te lakhatásodhoz vezet. És figyelj arra a vezetésre. És nekem nagyon egyéni stratégiákat adott a Szent Szellem. Például, amikor a feleségemnek először elmondtam, kinevetett, azt mondja, hát ez csak a mesében van. Mondom, figyelj ide, az úrtól van, működni fog. Mondtam neki, hogy nekem a Szent Szellem azt mondta, hogy drágám, mi vegyük meg a telket, Isten fog küldeni egy vállalkozót, és föl fogja nekünk építeni. És mi megcsináljuk az Isten országát teljes szívvel. Hát ez elég furcsán hangzott, ez a dolog. És eh, ahogy megvettük a telket, egyszer csak kaptam egy sürgős hívást, egyik testvér bekerült a kórházba, és milyen beteg, és pont egy gyüli váltásban volt, és nem volt, aki imádkozon érte. Úgy éreztem, hogy a Szent Szellem mindig bementem, imádkoztam érte, meggyógyult. Két napon keresztül, két nap múlva már kint hívott. Olyan hervat volt szegény, hogy azt hittem, hogy, hogy komoly problémája van, meg azt is mondták, de két nap múlva úgy hívott, mint aki, aki nem, is, nem is, nem is láttam volna két napja, hogy, ott, hogy ilyen komoly betegségbe szenvedt. Ez úr teljesen fölépítette őt. És ö, egyszer csak... Ö, mikor, mikor ez történt vele, mindegy hosszú a sztori, rövidre fogva, egyszer csak úgy a gyűlibe, mikor szolgáltam, odajött, azt mondja, te Imre, én, én nem tudom, van -e egy olyan terhem Istentől. Mondom, mi, mi, mi a, gond? Azt hittem, valami baj van. És akkor odajött itt nagyon alázatos, egy nagy ember volt, de nagyon alázatos, szelíd ember volt, nagyon szeretem ezt az embert. És odajött, és azt mondja, Imre, én azt kaptam az úrtól, hogy te csináld a szolgálatot, én meg addig építem a házat. És figyelj, tudod, hogy ez történt? amíg mi akkor csináltuk a mennykapuja színdarabot, kimentünk Kanadába a képzésre, közben ment az építkezés. Megbeszéltem vele egy hónapig, nem is láttam utána, mert nem volt időm oda menni. És ő csinálta, és már elfogyott a pénzünk, és még mindig csinálta. És egyszer azt mondta, hát most a kerítése már nincs, mondom, nekem sincs, hát majd imádkozunk. Elment, két hónap múlva jött vissza. Azt mondja, szereztem zsákmányt, csináljuk a kerítést. És így teljes mértékben elkészült minden. Tehát egyedi vezetés kell. Egyedi vezetés. És megvan az áldozat része is az egyedi vezetés. Mikor felvettem a hitelt, amire így kaptam Istentől szabadságot, az első dolog, amit a Szent Szellem nekem mondott, hogy a hitelből a tizedemet, tudod, az még nem egy megszerzett jövedelem, azt még ezután fogod kifizetni. És a tizedet adjam oda egy családnak, akit most akarnak kilakoltatni. És hogyha pont az az összeget odaadjuk, akkor a bank nem fogja kilakoltatni, hanem megoldódik ez az ingatlan ügye. Hát ez megizasztott ez a kijelentés. Két napig vergődtem, nem is nagyon mondtam a feleségemnek, mondom, uram, ez tényleg jól értem, hát a hitelben nem szoktunk tizedet adni. Na mindegy, csak úgy beszélgettem az Istennel, hogy, hogy, hogy tényleg jól értem-e. És akkor egyszer elmondtam a feleségemnek, azt hittem, hogy jó kiakad. És, és egyszerűen ő rá is ugyanilyen nyugtalanság jött. Nem tudott aludni, hogy nekünk ki kell húzni a csávából ezt a családot. És két-három nap múlva egyszerűen teljes meggyőződésre jutottunk, hogy ha fölveszük az első dolog, hogy ennek a tizedét elvisszük, és titokba kifizetjük azt az összeget. És egyszerűen azzal a szívvel tettük, és azt a hitet kaptuk, hogy mi most fölvállaljuk másnak a terhét, és ami mennyei atyánk föl fogja vállalni a miénket. Ez is egy teljesen egyedi dolog volt. Elmentünk, megtettük, és csak hallottuk már vissza, hogy az a család egyszerűen teljesen isteni csodaként, de az is voltam úgy, még magamtól sose adtam volna oda. De, hát abszolút, hát a hitel az nem arra van, hogy szétszord, az arra van, hogy koncentráltan arra használd, amire fölveszed, és azt vissza fogod fizetni. De az Úr gondoskodott róluk, és ezen keresztül rólunk is. És tudod, mi az építkezés során soha nem éltünk meg annyi anyagi csodát, mint akkor. Mikor eljutottunk a végéhez, csak az az ige volt bennem, hogy az úr nem csak elkezdenem, be is fejezést, csak mondtam, jött a vállalkozó, kéne fizetni, ezt kéne, azt kéne. Mondom, igen, atyámfia, megvan írva, az úr nem csak elkezdi, be is fejezi. Én nem tudom, hogy hogyan, most nincs semmi kesem, de be lesz fejezve. És egyszer csak történtek olyan egyedi események, most vagy négy-öt sztorit is tudnék mondani, ami nem hétköznapi. Azóta se történt, még jó lenne. De pont akkora összeg volt, mikor egy hétvégén szombaton beszéltünk, még nem tudtam, hogy hétfőn miből fizetek ki 800 ezret. És hétfőn reggel ott volt. De tudod miért? Mert én is kész voltam vetni. Én is kész voltam engedelmeskedni. Az áldozatvállalás idején én is kész voltam. Tehát ezek egyédi stratégiák. Az alapelvek egyetemesek. Legyél te is kész elvenni az egyéni stratégiát, és százszázalékos hogy szép örökséged lesz. Hogyha belül igényes vagy, ha belül rendbe vagy, ha szereted a rendet, ha kreatív vagy, és ezeket a tulajdonságokat beépíted, ez meg fog látszani a környezetedben is. Jó, úgyhogy csak pozitívan lássátok a jövőt. A reményteljes jövő szemüvegén keresztül, és becsüljük meg azokat a lehetőségeket, amik itt vannak Magyarországon. Legyünk hálásak érte, és maximálisan vegyük igénybe. Márké, Zoli, akkor egy-egy rövid bizonságot ebben a témában mondjatok el, jó? És utána, hogyha van egy kérdésetek még, akkor lesz idő válaszolni. Szerintem egy tapsot adhatunk, nem? Köszönjük, Imre! Hú, nagyon gyorsan, röviden. Ha a feleségem most itt kint lenne, akkor minden időponttal kapcsolatos dolgot kiavítana, úgyhogy bocsánat, ha nem pontos. Na szóval, mi három éve házasodtunk, össze most lesz három éve, hogy összeházasodtunk, két évet laktunk a szüleimnél, és volt bennem a házasságunk első évében, volt egy, felfogott bennem egy, egy különös hit arra vonatkozóan, hogy, hogy hogy, hogy, nem kell hitelt fölvennünk, és nem fog nekünk pénzbe kerülni az, hogy elköltözzünk onnan a szüleimtől. És ö, először megosztottam feleségemmel, és akkor nézett rám egy kicsit furán. Amikor jobb állapotban voltunk, akkor így jobban megragadtuk, de, de alapvetően így először ilyen kis ilyen vágyálomnak tűnt, hogy ja, persze, karizmatikusak vagyunk, hogy majd csak Isten oda potyantja az égből. De hogy Imre is mondta, volt Istennek egy egyedi terve, erre a dologra, és nem hagyott nyugodni ez a gondolat, és, és már beszéltem akkor, még Pécsre jártunk, Gyülibe ott laktunk a pásztornak, és ő is nézett rám, hogy hát jó van, Márk, ehhez igazából nem tudok mit hozzászólni, hát persze jó van. Szóval, hogy igazából azt éreztem, hogy egyedül maradtam, és viszont nem hagyott nyugodni. Nagyon erőteljesen ott volt, hogy egy egy, 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 csendességében ott voltam Isten előtt, és mondta, hogy már ne aggódj, ö, ö, x időn belül, körülbelül egy éven belül, ha jól emlékszem, ez volt, hogy azt mondta az úr, hogy egy éven belül meg lesz ez oldva. Úgyhogy nem, nem kerül egy forintotokba sem. És, és ott eldöntöttem így, így magamba, akkor páromnak nem is mondtam, hogy most mi, mi van bennem, vagy nem nagyon meséltem erről, de, de azt ott megjegyeztem, hogy igen, uram, ezt te mondtad. Viszont ettől függetlenül voltak ilyen emberi próbálkozásaink, hogy na hát akkor azért mégis tegyük meg, ami rajtunk áll, meg ugye a hitemben nekem voltak ilyen ingadozásaim. Konkrétan négy vagy öt alkalommal próbáltunk Pécelen hitelből ingatlant albérletet intézni, egyik sem jött össze. Az utolsó olyan szinten nem, hogy az eladó állt el az eladástól akkor, amikor az ingatlanárak brutálisan fölmentek, szóval relatíva elég nagyot szakíthatott volna rajta, ha megvesszük tőlem, de, de ő mondta azt, hogy hát mégsem, igen. igazából nem nagyon tudtam megmagyarázni ő sem, úgyhogy én tudom, hogy ott Isten keze volt a dologban azóta egyébként, de nem az enyém volt, nem a miénk volt. Igen, és ezután volt azt, hogy már én már én nagyon belefáradtam, és akkor egyik hétvégén ott voltak nálunk a nyosomék, és és pont így akkor is valami telket néztünk ott, még Pécselen, és, és, és így ott ültünk a nappaliba. Valamiért föl kellett mennöm a hálószobánkba, és akkor egyszerűen éreztem, hogy a Szent szó, hogy most, ezen a délután megoldás lesz erre a kérdése. Nem, nem, egy ilyen nagyon erős belső gondolat, meggyőződés jött föl bennem. Lementem a nappaliba, és az anyósom mondta, hogy hát vesznek ők, egy, vesznek ők valahol valami lakás, vagy házat, nézzünk szét, amúgy is szeretnének befektetni valamibe egy hosszabb távon, és akkor ők majd megveszik, és akkor addig lakunk ott, amíg jól esik. És konkrétan így történt, hogy így, ahol most Vácon lakunk, feleségem meg apósom megnézte a lakást, én akkor nem tudtam el sükörbe velük menni, de, de, de ők ott már azonnal érezték, hogy ez az, aztán én nekem is sikerült elmenni megnézni, és, és, és egyszerűen volt bennem egy békesség, hogy, hogy igen, ez, ez, most nem ilyen emberi erőlködés szagú. Ez nem az, hogy na jó, ez már a hatodik lehetőség lesz, ahol, ahol valamit kizadjunk, hanem egyszerűen így volt, volt egy kihívása a dolognak, volt egy izgalma a dolognak, még ha őszint vagyok, egy kis félelem is volt, hogy hú, most akkor tényleg, de, de egyszerűen minden egyről a kettőről sikerült haladni. És ami nagyon fontos, zárójelben megjegyzem, hogy ugye mi akkoriban Pécsen laktunk, és konkrétan Pécelen nézelőttünk, oda jártunk, Gyülibe nem terveztünk más, viszont Istennek a gondviselése elképesztő ö, ö, mód abban is megmutatkozott, hogy, 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 hogy megmutatta, hogy nekünk nem abban a közegben kellett gondolkodnunk. És e, e, a gyülekezeti váltás is úgy, úgy történt, meg hogy ezt követően a lakhatás is. Most ugye Vácon lakunk, fél óra alatt itt vagyunk bent a Gyülibe. Szóval, hogy e, ilyen, ilyen elképesztő Istennek a kegyelme. Úgyhogy Úgyhogy bátorítalak benneteket, ha vannak, van erős meggyőződés bennetek, akkor, akkor, ragadjátok meg, tartsatok ki, ha meg nincs, akkor biztos imádkozunk ma. Értek, köszönöm. Még egy pillanat, mielőtt Zolinek odaadjuk. Köszönjük szépen, Márk. Figyelitek, hogy megvan az egyéni stratégia? Mindenhol egyéni stratégia van, és ezt nem tudjuk kikerülni. És mivel a hölgyeknek egy fokkal fontosabb a otthonnak a melege, mint a férfiaknak, ezt most a srácoknak mondom, ne lepődjetek meg, ha a hölgyek részéről erőteljesebb impulzusok jönnek az ezzel kapcsolatos igény miatt. És ezért a hölgyek nagy motivátorok, addig nem nyugszanak, még szép otthonuk nem lesz, és a férfiak néha úgy érzik, hogy jó ez, jó ez ne, ne nyomjuk már. Ez olyan jó el, vagy igen, majd ott kicsit bővítünk, hozzáteszünk. Na nem. És persze, van ennek egy egészséges mértéke. Mikor már egy nyomás, manipuláció, erőszakosság, stb. Ez abszolút nem helyes. De srácok, másik oldalról, ha nekem a feleségem nem motivált volna, nekem egy szinten kisebb házam lenne. Mert jó az. És nagyon örülök, hogy motivált, és most simán 8-10 vendéget is tudunk fogadni, és a gyerekeknek külön szobája van, és, és minden, minden, tehát sokkal tágosabb. És utána kitágult az én hitem is, tehát legyetek ebben nyitottak. És hogy Isten mennyire gondoskodik, hogy hova kell költözni, figyelj erre. Figyelj erre, amikor én még megvettem a telket, az még egy nagy puszta volt a város szélén, Budapest szélén. Azóta oda építették nekem az M0-ást. Ugye egy utazó szolgálathoz tudták, hogy nekem szükségem lesz erre. Kilépek a házból, nem kis kell átmennem a városon hanem gyakorlatilag 1500 méter is fönt vagyok az országos autópálya hálózaton. Ugye hetente én négy napot vidéken töltök, vagy úton, Erdélybe, vagy bárhol. Tehát Isten tudja, hogy, mint ahogy hallottátok itt is, hogy, hogy hova kell menni, ezért érdemes figyelni az Úrra. És akkor ott még nem látszott semmi. Amikor a nullást felépítették, a telkek ára megduplázódott megint. Tehát, tehát egyszerűen most már az olyan értékbe tudnám eladni, aminek a töredékért építettem. Tehát figyelj, az Úr tudja, hogy mivel az ő uralma növekedésének nincs vége, ha te belé kapaszkodsz, akkor te is vele fogsz növekedni. Gyere, Zoli! Sziasztok! Aki nem ismer, Zoli vagyok. Kicsit izgulok. Igen, Réka a feleségem. Gondoltam, hogy megmutatod magad. Vagy... Igen. A nagyon fontos, igen, feljött benne a imre kapcsolatban, amit nem hagy a szent Szelem, hogy, hogy nem mondjam ki. Ez egy nagyon fontos kulcs volt az életemben a forduló ponthoz. E, mielőtt még a feleségem megismertem, az a nagyon, nagyon jó ez az ige. Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Isten az Úr ad neked. E, nekem volt egy, egy, megtérésem, amikor beláttam, hogy bármilyen rossz volt a gyerekkor, bármi is történt, a szüleimet tisztelnek és hálás vagyok értük, és innentől kezdve jöttek változások az életünkbe. De a lényeg, hogy megházasodtunk hamar, viszonylag hamar, és a Réka nek a lakásában laktunk, az egy 30 négyzetméteres kis lakás volt. Jó volt, kicsi volt, meleg volt, hangos volt, ott volt a villamos egyből mellettünk, és akkor tudtuk, hogy akarunk majd lakás venni, és akkor már azt is tudtuk, hogy a szüleid ebben segítenek, ugye? igen, igen, ezt tudtuk. De mi nem tudtuk, hogy merre, hogyan, hány méter, mit akarunk, mit nem akarunk. És akkor egyszer csak jött egy nyomás a nagynénje felől, hogy hát ő az neki, az most kell, és hogy költözünk ki minél hamarabb. És akkor az ilyen hidegvízként jött, mert hogy erre nem számítottunk. És akkor elkezdtünk nézni lakásokat, hát Vácon, miért ne, Márkék közelében, milyen jó lesz nekünk ott az úr, majd ott házi csoport, meg mit tudom én. Nagyon ilyen emberileg próbálkoztunk, és akkor Elmentünk egy lakáson megnézni. Baromi, bocsánat, nagyon jó lett volna. Nagyon tetszett, de aztán úgy a szülők lebeszéltek róla az anyósom még. Amit nagyon-nagyon-nagyon kiemelnék, hogy bármekkora konfliktust is tud okozni, Főleg akitől a pénzt kapjátok, alászkodjatok meg. Egyrészt elmondom miért, mert vannak vadhajtások, amit jobb, hogyha időbe levágnak. Nekünk volt egy-két ilyen konfliktus helyzet, amikor nagyon idegesen és agresszív beszélgetések, meg beszélgetések voltak, de be kellett látnunk, hogy jobb, hogy nem vettük meg azt a lakást. És végül lejutottunk kőbányáig hogy akkor majd ott nézünk, és találtunk egy-két lakást, azok is ugyanígy nem jó, izé, egy szoba csak, meg mit tudom én. És akkor valahogy imádkoztunk Isten hogy hát mi legyen, hogy legyen. És volt egy hirdetés, mert tök régóta fönn volt szerintem az interneten, és a Réka egyszer csak így belefutott, hogy itt van egy, azt hitte, hogy ez, ez az a lakás, amit már láttunk, csak ugye elég sokan hirdetnek egy lakást, ilyen ingatlanosok, de nem, ez egy teljesen másik lakás volt, 44 négyzetméter, 9 éves társasházban. Kiderült, hogy nem csak egy plusz ö, egy szobás, hanem még egy fél szobát így beépítettek, ami tök jó, mert ezek szerint két hálószoba volt. Gyorsan megnéztük, nagyon tetszett nekünk, kertre néz, erkélyes, szóltunk a szülőknek, azonnal megtetszett nekik, és szóban meg is állapodtunk. A hölgyel tudtunk valamennyit alkudni, akkor éppen ingatlanos voltam, szóval az egy kicsit segített a helyzetem. És uh, annyira Isten áldása volt ebben az egészben, hogy uh, egy egy hónap alatt megkaptuk nagyjából, ami, ami szerintem hogy elég gyors, főleg a mai. Igen, igen. Ja, és teljesen az ökkelmentes volt. Kiderült, hogy hitel volt rajta, amitől féltünk, amúgy, hogy majd a szülők, nem majd nem, mert hitelt nem, és akkor ilyet nem veszünk meg, meg mit töröm én. Azon nem mondták, kifizetjük a banknak, és akkor izé teljesen számomra ez egy nagyon nagy meglepetés volt, mert ők nagyon, nagyon bölcsek, mindent átrágnak napokig, meg szóval nagyon, és én feltem, hogy attól a ez most őket nem. Kifizették, meg lett, kifizették a banknál, kiderült, hogy a tulajnak az ismerőse ott az OTP-nél dolgozott, és ő elintézte, és, és olyan hamar meg lett, Megvettük, kifestettük, már nagyon mentünk volna, és akkor a lényeg, hogy meglett, és az a másik, amit meg kell tanulni, nekünk is, meg nektek is, hogy ahogy Imre is mondta, hogy egyből nincsen palota, Függőnyünk még nincs, új lámpa nincsen, de a miénk tudunk hol aludni, tudjuk fizetni, és, és, nagyon élvezzük. Már csak be kell népesíteni. Szuper! de amilyen jól hallatotok ebbe is, abba is jól fogtok haladni. Figyeltétek itt a két pár, amit elmondott, hogy, meg amit talán én is mondtam, hogy egy dolog érződik. Tudjátok mi? A mennyei hátszél. Ezt nevezik áldásnak és erre számít te is. Mindenki számíthat, aki bízik az Úrban. És aki együttműködik az Úrral, ez a mennyei hátszél. Ez tesz jó szerencsésében bennünket, ez ad előmenetelt, ez nem egy gyötrelem, megvan az áldozat része, de ez egy öröm és kiteljesedés. És hát ők is a... Mikor, a, 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 a sz, mikor házasodtatok? Szeptemberben házasodtatok, mikor költöztetek? Novemberben. Na, tehát azért vannak itt rapi dolgok minden területen, de Isten gondoskodik. Ahányan, annyiféle féle módon. Úgyhogy én most, mielőtt imádkoznék, egy áldás szeretnék mondani erre a területre. Van-e kérdés bennetek ebben a témakörben, ami így fölmerült, így a hallottakkal kapcsolatban? Annak örülök, hogy nincs kérdés, hogy jó, szép ingatlanod lesz. Az, az, már, az már látom, nem kérdés. Jó, akkor hogy hadd jöjjön az áldás. Hadd jöjjön az áldás. Jó, gyertek, álljunk föl. Figyeljetek, az áldás az egy nagyon fontos szellemi valóság. És a papoknak Isten parancsba adta, hogy áldjanak. És az áldás három emberem, három tényező múlik. Az úron, azon, aki mondja, és aki fogadja és mind a háromnál egy irány kell, hogy legyen, hogy ez működjön. Isten akarja adni, mert ő egy áldó Isten. Egész Biblia erről szól, hogy ha engedelmeskedsz az Úrnak, a Te Istennek a szavára megáldanak, stb. stb. Tehát, hogy az áldást mondunk, áldást öröklünk, tehát Isten adja az áldást, hogyha bízunk ő benne. Én most hittel fogom mondani ezt az áldást, hogy a Te életedben gyümölcsöt fog teremni, és az Úr mennyei hátszele működni fog az életedben. Hiszed ezt jön? Hiszed? Ez működni fog az életedben. Tehát most a Te felelősséged, hogy fogadd ezt és mond, mondd ki, hogy ámen, így lesz velem, ez fog történni, és nincsen reménytelenségnek, a csüggedésnek, a nihil látásának, nincsen helye az életemben. Jó? Úgyhogy én most mondom, ahogy majd a Szent Szellem vezet, ti pedig hittel vegyétek ezt át, és ez elkezd működni az életetekben. Menyei Atyám, én hálát adok ezért a nagyszerű csapatért, és Uram, köszönöm neked, hogy itt jelen van most egy 50-60-70 ingatlan tulajdonos, Uram, akik bár még nagy többségük nem látja, hogy mi az ő öröksége. De Uram, tudom, hogy a Menyei Földhivatalban már be van jegyezve a nevük, már ott van az az örökség előkészítve. Atyám ezért a Jézus nevében. Én most áldást mondok az én testvéreimre, különösen a fiúkra, és áldást mondok a lányokra is, az Úr Jézus nevében, hogy a hitnek az erős szelleme nyugodjon meg rajtad, hogy örökséget kaptál, szép örökséget kaptál Jézus Krisztusban. Uram, köszönöm, hogy ezt a látást adod. Köszönöm, Uram, hogy adsz ebben kijelentést. Én most megáldalak benneteket az Úr Jézus nevében, hogy az egyéni stratégia ki lesz jelentve nektek, és koptok, kaptok majd belátást a Szent Szellemtől, hogy mi a ti utatok, mi az örökséghez vezető utatok a Jézus Krisztus nevében. Én megáldalak benneteket, hogy kapjatok tiszta látást az örökségetekről. Tiszta látást az örökségetekről. Szent Szellem, nyisd meg a szemüket, hogy mielőtt meglenne az ingatlan, már lássák a szívükben, már lássák az elméjükben, mint egy projektoron kivetített képet amit a mennyből vetítenek. Uram, had legyen ott a szívükben, had legyen ott az álmaikban. Uram, köszönöm neked, hogy megáldhatom az én testvéreimet, mennyei látással, hogy mennyei kijelentést kapjanak erről. És Uram, megáldom az én testvéreimet egy stratégiával, hogy szorgalmasak legyenek, hogy áldozatot tudjanak hozni, hogy a munkában be tudjanak fektetni, hogy, hogy a tartalékképzésben részt tudjanak venni. Uram, megáldom az én testvéreimet bölcsességgel, hogy egy pénzügyi intelligencia legyen legyen rajtuk, hogy körbejárják, meglássák, felismerjék a nekik adott lehetőségeket, és meg tudják azt lovagolni és ragadni az Úr Jézus nevében. És Uram, én kihirdetem, hogy nem lesz szegény közöttük, nem lesz olyan, aki, akinek nincsen lakhatása, akik, akik, akik a rókákkal együtt lakik, nem lesz olyan, hanem mindegyiknek szép öröksége lesz. Ezért áldás, áldás a téletetekre, és köszönöm, Atyám, hogy ez a mennyei hátszél működni fog az életükbe. Ez a mennyei segítség működni, fog, és megtapasztalják ezt. Ezért a hitnek az erős szelleme nyugodjon meg rajtatok. Az Úr Jézus nevében, és Szent szellem nyisd meg a szemüket, hogy lássanak. Amen.